Teknek Tudás Központban minden előtt Török Ferenc tanár urat, mai vendégünket, a Fehér Köpenyes Rajzasztal beszélgetés sorozatunk negyedik vendégét. Külön öröm, hogy az előző beszélgetésből Csorba tanár úr is eljött, és itt van velünk. És remélem, hogy ma is egy nagyon izgalmas beszélgetést fogunk folytatni. Arra gondoltunk, hogy tanár úrnak azért különleges elsősorban a pályája, mert a nagy állami tervezőintézetek korszakában gyakorlatilag úgy dolgozott, hogy ezeken a tervezőintézeteken kívül, és ez egy egészen, az eddigi vendégeink általában különböző tervezőintézetekben dolgoztak, és ez azt gondoljuk, hogy egy elég különleges életpálya. Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és elnézést kérek, jelent meg egy plakát, ami az egyetemen is van. Most is így nézek ki, csak a 80 éves állarcomat fölvettem. Általában azzal szoktuk kezdeni ezt a technikai információk, hogyha valaki szeretne a későbbi beszélgetéseinkről értesítést kapni e-mailben, akkor ott az előtérben van egy kis papír, ahova fel lehet iratkozni, egy levelező lista. Illetve a másik, hogy kérjük az önök hozzájárulását, hogy itt fényképek készülnek ma este, hogyha valakinek kifogása van az ellen, hogy ezek megjelenjenek, bárhol azt legyen szíves jelezze nekünk majd. No hát általában tanár úr azzal szoktuk kezdeni, hogy az iskoláról és az egyetemről beszélgetünk, de azt gondolom, hogy tanár úrnak a pályája szempontjából az egyetemi oktatás mellett a tanár úrnak az egyházi kapcsolatai is nagyon fontosak a fiatal korában, erről korábban beszélgettünk. Szerintem erről egy néhány szót mondjon tanár úr, mert azt gondolom, hogy ez a későbbiekben a templom tervezések kapcsán azért egy fontos szempont volt. Hát mondjuk talán a kezdet annyi, hogy én a Báró-Kemény Zsigmond gimnáziumban kezdtem, amely a Regnumnak volt a gimnáziuma. Ez 56 után föl is oszlott. Rudas László lett, aztán végleg feloszlott, tekintettel arra, hogy a tanári karnak a 50%-át letartóztatták, regnumos, vagy letartóztatták, volt, akit kivégeztek. Egyik legkedvesebb, akire így néztem föl, Beckerre, az volt az első halottja az érettségiző társaságnak. És a baráti kör ebből adódóan eléggé elhivatott, illetve vallásos társaság volt, és ezen keresztül kapcsolatba kerültem a 14 évesen egy kármelita szerzetessel, aki igazából 4 évig volt pap, 40-ben szentelték, 44-ig pap volt, utána orosz hadifogság, évekig visszajött, akkor már nem volt rend, munkás pap lett, és hát az ő ismeretsége igazából nagyon nagy szellemi előre anyag volt, amit irányított, és nagyon nagy tudású ember volt, és egy fantasztikus előrelátó. Szóval a munkások között egy olyan szolidáris magatartást szerzett, ami később fölkerült a várba, és hát a vári ifjúságnak nagy patronusa lett. Hát mellette tudtam kapcsolatot teremtő egyházi szervekkel, illetve püspökökkel. Én azt gondolom, hogy ez a későbbiekben nagyon fontos lesz tanár úr életpályáján. A Műszaki Egyetemről szoktunk általában ejteni egy néhány szót, vagy az iskoláról, mert azt gondolom, hogy a mai fiataloknak, vagy fiatal építészeknek érdekes, hogy ment az oktatás. És ugye mindjárt azzal kell kezdeni, hogy tanár úr 1956-ban éppen az egyetemen járt, és ugye a Műszaki Egyetem az központi helyszíne volt az 56-os forradalomnak, és az volna az első kérdésem, hogy ez az 56 és elsősorban az utána következő megtorlás, az mennyire hatott ki a diákokra vagy a tanári karra? Hát 56 egyik legnagyobb élményünk volt, itt évfolyam társam, és itt van Csorba Zoli, aki együtt ültük végig az aulába október 22. éjszakát, ahol azzal kezdődött a beszélgetés, hogy rossz az étkezés a Bercsényibe, rossz a felvételi rendszer, és akkor kezdett úgy tüzesedni, még nem olyan 10 óra felül az erkélyen, a Gödöllői
egyetemisták jelentek meg, és csak beleordít valaki, hogy ki az oroszokkal. Na, hát aztán olyan csend lett. És ez az indító élmény volt. Most ez kicsit nem pont az egyetemről szól. A másik nagy élményem volt körülbelül 64, ugye? 56, 54, május 4-én, vagy mikor jöttek be az oroszok? November 4-én. November 4-én. Akkor én otthon voltam Rákosfalván, és mind az acélkígyó a Kerepesi úton páncélosok tömege, és hát a társaság, ez 6 házból álló közösség volt, 6 ház. Kinn a kerítés mellett nézte ezt a kígyósort, és közöttünk volt egy Kakucskának nevezett kisrác, egy kicsikét lökött gyermek volt, és látta ezt az izgatott tömeget, hogy mindenki beszél, meg feri az öklét, és a szegény Kakucska valami ingert kapott, és elkezdett rohanni. A Kerepesi út körülbelül 200 méterre volt tőlünk, ilyen borzalmas hangon, és körülbelül a fél útra érkezett, és akkor megfordult a géppisztoly, szétlőtte a szegény gyereket, és ez volt a második élmény, hogy hát körülbelül ennyi a magyar forradalom. Ez így fog végződni. Tehát a kezdeteknek ez az euforikus öröme, és a kis Kakucskának a gyásza, ez e kettő között közé íródik az én. Az egyetemben azt hiszem ezen a napon kívül elsősorban azt éreztük meg, hogy a tanári kar kezd megváltozni. És olyan jeles egyéniségek, hát mondhatom itt Csonka Pál professzorat, aki az éjszakában, a doktor 22. éjszakában végig ott volt, a tanárok már úgy spricceltek el, ő jelen volt, hát őt 57-ben bocsájtották el. Igazán egy Európa hírű statikus volt Csonka, Csonka János, az édesapja, a Csonka gépgyárnak a tulajdonosa, felfedező maga is, karburátornak, egy óriási család volt ez, és ennek a Csonka Pál számunkra a szilárdságtárnak a tanára volt. Sok élmény fűződik hozzá, például egy ilyen, hogy az első-második óra előadás után mindig visszament a K240-hez közel volt a statika tanszék, és egy nem ment vissza, valami kicsit elhúzatott az óra, és ott a saró, K240 előtt van egy kis kiteresedés, és hát ott álltunk egy páran cigarettázva, és nem ment be a terembe, hanem jött oda hozzánk, Csonka Pál vagyok. Azt hittem, hogy leülök. Török Ferenc. Csak így sorba ott ment egy-két emberhez. Hát ez egy nagy élmény volt. Nagy élmény volt a búcsúzás tőlünk. Azt hiszem, Zoltán is emlékszik rá. Nálunk volt az utolsó órája Csonkának. Szépen, ahogy szóval furcsa beszéd stílusa volt, megtartotta az órát, és hát most el kell köszönnöm önöktől, mert nyilván tudják, hogy az egyetemről fölmentettek, ilyen finoman fogalmazott, csak egy pillanatig még tessenek várni, és bejött egy hivatal segéd egy óriási csokor rózsával, egy vödörbe hozta a rózsát, és megkérte a hölgyeket, hogy hát nem akar ő befurakodni minden padsor közé, legyenek a szívesek, mert szeretne egy szál rózsával búcsúzni, és szépen láttál a rózsa, egy rózsa, egy szál rózsa maradt. Bocsánat, nem akartam katalógust tartani. De tényleg a szóbeszéd tárgya volt, hogy milyen finoman állt ő hozzá ehhez a szocreál, meg az utána következendő évekhez. Például egy tipikus, megvalta tudatomban is, és azt hiszem ez sokak számára ismerős mondat, hogy kérem szépen a dekorációkkal
ne tegyék tönkre a frissen festett falakat. Hát ezek a dekorációk a nagy hirdetések voltak, azok a lózungok, amik abban az időszakban, de ne tegyék tönkre. Nagyon finom. Ezzel úgy ítéletet is mondott a dekorációkról. A másik egy nagyon komoly mondása volt, egy dékáni tanácsülésről szűrődött ez ki, hogy kérem szépen, az előadást nem olvasni kell, hanem előadni. Ez meg vonatkozott az újonnan bekerült tanárokra, és szóval ez egy olyan példakép volt számomra. Másik a Radós Jenő évtörtös. Őt azt hiszem őt rúgták ki legelőször, mert annyira szerették a gyerekek, hogy az ilyen forradalmi tanácsnak volt a tagja. Beválasztották Jenő bácsit, aki egy végtelenül kedves forradalomhoz. Se az ég egy világon semmi köze nem volt, de egy végtelen, közvetlen ember, olyan mértékig közvetlen, hogy egy jáki kirándulás alkalmából álltunk a jáki templom előtt, és marhára fújt a szél. És velünk volt a Radós Márta, a lánya, aki szintén később tanított, és meséli az öreg, és ismertet a templomot, egyszer csak megszólal, Márta, van rajtad meleg bugyi? Szóval jellemző volt a... De hát azt tanár Barton Alfred, meg igazából ez volt a nagy vesztesége. A diákságon kevésbé érződött ez. A másik, a kezdésnek egy nagy élménye volt, hogy a szociál, igazából a Sztalin és a Hruscsovi párbeszéd után le is csengett, és abban a pillanatban egy évre rá modern tanszékek álltak velünk szembe. Ott volt a Baumeister. De hogy honnan váltott a tanári kar, mert olyan képességű emberek voltak, akik ugyanis szenvedtek a kor kihívásaival szemben és elnyomásával. De mondál be tovább. Tanár úr mondja, én csak kérdezek. Szerintem az egy mindenképpen érdekes dolog, hogyha valaki ott marad az egyetemen az elvégzés után, az egyetem elvégzése után, hogy azért szerintem mi arról is beszéltünk korábban, hogy kik voltak ilyen nagyon meghatározó építész tanár egyéniségek a tanár úr számára, és hogy maradt ott a középtanszéken. Diplomatervemnek a bíráló bizottság elnöke Szrendőr Jenő volt. Hát Jenő bácsi az egy név a szakmába, és egy ikon gyakorlatilag. És a védés után diplomadíjban részesült a terv. A folyosón átsorogtunk, vártuk a hirdetés, akkor jön oda Jenő bácsi, hogy nagyon tetszett a maga terve. Hétfőn jöjjön be az iparterve, és akkor én fölveszem. Így rohantam be az iparterbe hétfőn, szobájába. Neki olyan kimért ember volt, Jenő bácsi. Sajnos nem tudom fölvenni. Olyan káderlap jött, hogy nem tudom magát fölvenni, de van egy ígéretem, hogy erre én vissza fogok térni. Én 60-ba kerültem be a középültetési tanszékre, és az érdekessége az, hogy Jenő bácsi 60-ban azt mondta, hogy nem tud fölvenni, majd ő visszatér. Rá 4 hónapra Weichinger szól, hogy jövök, bejönnék-e. Hát persze, hogy bejönnék. De hogy ez a kontraszt, hogy egyik helyen nem vesznek föl, mert hogy a káderlap ilyen, a másik helyen pedig megnyílik az ajtó, és a középültetőtanszéken vagyok. Akkor a Weichinger Károly, ő amúgy is egy meghatározó egyéniség volt. Hát a Karcsi bácsi az végletesen. Szóval nagyon érdekes, hogy igazából a szociálnak az egyik legnagyobb hátránya az volt, hogy azt a gyönyörű magyar építészeti fejlődést, ami a kiegyezéstől kezdve, még az első világháború traumáján keresztül is, egyre-egyre épült, és a modern magyar építészet csodálatos volt a 30-as, 40-es években, azt elvágta. És ebből adódóan a modern építészeten mi is ott a lapokon keresztül találkoztunk. És úgy lassan jött rá az ember, például egy pécsi kirándulás,
ott állunk a Pálos templom előtt, és lenyűgöz, hogy milyen csodálatos épület ez. Benne a környezet nem lehet ház nélkül, a ház nem lehet környezet nélkül, erős. És akkor így lassan az ember rájött arra, hogy Balatonboglár, Iván bácsi. Tehát elszakított bennünket attól a természetes közegtől, ami hivatott volna minket nevelni. És az ember lassan-lassan jött rá a magyar építészete, sokkal később, mint a folyamatokon keresztül. Ez egy óriási vesztesége volt, illetve nagyon nagy kára a szociálnak. Én ahogy olvastam a tanár úrral készült korábbi anyagokat, azt láttam, hogy ugye a Köztiben egy sor szintén nagyon meghatározó építésszel dolgozott együtt. A Köztibe, a középtanszékről volt egyfajta természetes út, hogy ott töltötte a gyakorlatot, vagy hogy került be? Az úgy kerültem föl, hogy a középre tanszékről Gádoros professzort akkor nevezték ki, szintén egyetemi tanárnak 60-ban. És volt egy kicsikét egy ilyen ellentét is, hogy most mi lesz. De Gádoros rettenetesen tisztelte a Weichingert, tanítványa is volt az iparművészetén. Úgyhogy rögtön fölment, nem akar itt maradni, fölmegy a rajzi tanszékre, ahol tanárhiány volt, és hát, hogy vele is legyen egy építész, fölvitt. De nagyon nagy előnyömre szolgált ez, mert rajzi tanszék, képzőművészet, közege, csodá boros festőművész, Simó kerámikus, Kós Iván, a Bábszínháznak a későbbi nagy rendezője, voltak tanártársai, aki mellett rajzolni, festeni, hát nem, hogy meg lehetett tanulni, hanem hát az ember nagyon-nagyon szeretettel és óvatosan nézte, hogy ők hogy csinálják, és így jó rajzos voltam, de igazából ott tanultam meg rajzolni. És akkor onnan a Gádoros hívta el tanár urát. És onnan a Gádorossal akkor kapta megbízást a Győri Építész Egyetemre, ő lett a Köztibennek a tervezője, elvitt magával a Köztibe, és kb. Másfél évet, két évet voltam. Ez megbukott ez a terv, szóval egy ilyen győri főiskolából egy bizonyos része, a Hoffer tervezte, karból megmaradt. Na, ott volt módom Janákival, meg Kocsis Iván bácsival találkozni. Ebből az egyetemből én a laboratóriumi épületet és a könyvtár terveztem. És hát vittem át a Janákihoz mutatva a kezdetleges alaprajzaimat és tervemet, és akkor ez belülre, egy házat belülről kell tervezni, ne ilyen homlózati rajzokat mutassak csak, hanem tessék a variációk, hogy milyen alaprajzok vannak. Szóval igazából ez a belülről való tervezés, ami igazából az organikus építészeknek a lényeg. Ez Frank Lloyd Wright is azt mondta, hogy a házadnak az organizmus az, hogy belülről tervezzük. Nagyon-nagyon sajnáltam és nagyon kellemetlen volt, akkor Janák Jenőt eléggé kikészítette ott a Közti vezetés. Olyan méltatlanul bántak vele, hogy tényleg sokszor kijöttem a műtermében, olyan ordítás, és ott támadták a kisöreget. Iván bácsinak meg hogy mondjam, az a végtelen türelme szorgalma fogott meg. Ott ült és csinálta az Erkel Színháznak bizonyos részleteit, hogy az ember 80 éves volt, azt hiszem akkor. És akkor ez a Győri Egyetem, ez egy olyan nagy műszaki egyetem komplexum lett volna, igen, mint a Miskolci. Igen. Csak nem valósult meg. Nem valósult meg, a Hoffernek egy épület együttes, ami aztán a mérnökkarnak lett, a Győri mérnökkarnak az épülete. Uh-huh. És akkor tulajdonképpen a Köztiben ez csak egy, tehát nem is volt úgy, hogy ez egy végleges munkahely lesz, nem, hanem ez nem, csak egy gyakorlat volt, ugye két év, ha jól tudom. Hát volt egy olyan a Mányoki, nagyon szerette volna, hogy ott maradjak, és hát mondom, nem, én megyek vissza az egyetemre, mert nekem a szívem közepe, többet nem fogom hívni. És tényleg visszakerültem az egyetemre, és hát aztán ez az életemnek a közepe volt, a tanítás az valóban, tényleg az életem volt az egyetem.
És akkor itt nyílt meg tulajdonképpen a lehetőség, mint egyetemi oktató egyfajta ilyen magánpraxisra, ugye? Tehát, hogy... Igen, mert ott voltak a hallgatók. Igazából tényleg együtt éltem a gyerekekkel, nem csak a műteremben, hanem még a lakásukon is, sokszor az én lakásomon is. És az volt az érdekes, hogy hát az ilyen ideológiai nyomás azért volt az egész egyetemen, de a rajzasztalon azt csináltál, amit akartál. Szóval a rajzasztal az egy védett terület volt, beszélgethettél olyan dolgokról és olyan szellemiségben, ami neked tetszett. És hát ez a közeg, ez annyira megfogott és éltetett engem, hogy az ilyen Szendrőjéről visszatérve, 2 évre rág csöng a telefon, és Szendrő Jenő. Hát azt mondja, a török úr, volt egy ígéretem 2 évvel ezelőtt. Hát most meg tudom valósítani. Ja, Jenő bácsi, pont egy Szentendrei művésztelepet tervezett. Jó, csak én megtettem, úgyhogy többet ne érezze úgy, hogy nem kereste magát. És ez az egyetemi közegnek az volt az érdekessége, hogy független lehetett az ember. Nem került bele a tervezőintézeteknek a nyomorgós tervtanácsaiba, nem került bele a beruházók, szinte kisé követhetetlen és arc nélküli megbízói körébe, hanem az én megrendeleim azok látható emberek voltak, és akár a egyházi megbízások, akár középület, és hát ott volt a hallgatóság, ami hát többet ért, mint egy műterem. És hogy érte el az első szakrális munka tanárurat? Ugye itt a második vatikáni zsinat volt az, ami miatt a templomokat elkezdték átalakítani. Hát először ezek ilyen felújítások voltak, Tiszabercel, Kisvárda, Gyenes, amelyeknél a vatikáni zsinat szellemében az oltár, a liturgikus tér változott meg. Azt hiszem a vatikáni zsinat eredményeiből kb. Ez az egy, ami igazából megvalósult, a liturgia. És egy találkozás a templomban Varga Béla tiszabercelli plébánossal, ez volt az első megbízás, levonultam Tiszabercelre, ott is laktam, mert az építkezés során pláne az asztalos munkákra nem nagyon volt, úgyhogy fűrészelni kellett, segíteni, és aztán úgy magára maradt ez az építkezés, én nyaraltam pont Balatonalmádén, amikor jön egy távirat, hogy Ferikém, gyere, mert kiver a falu. Hát rögtön pakoltam irány Tiszabercel, és ha mi baj van? Hát mutattuk a te borzalmas felzutgás. És hogy ilyeneket mondanak, hogy a nemcsics kurvákat fest a falra, meg te meg mindent kidobsz, és minden ilyen öltöztetett Mária szobor, vagy Szent József szobor. Hát nem mondom, hogy hívd össze a közösséget, és fölmentem a szószékre, tele volt a templom. Azt hiszem, Tiszabercelben ennyien nem voltak a templomban, és akkor úgy kezdtem mondogatni, ismertem az egyházközség tagjait, mert munkaközben ellátogattam a elnökéhez is, aztán az ilyen rangosabb emberekhez, nagyon jó barátságba kerültünk, és akkor mindjárt kezdtem, hogy Jóska bácsi, hát van magán a zongora? Mérnök úr. Hát hallotta az unokámat zongorázni. A másiktól megkérdeztem, hogy ott tévés. Hát igen, van tévés. És akkor majdnem elkenyarítottam, hát mindenkinél modern eszközök van, és a templom maradjon a szucskos, penészes. Hogy gondolják ezt? Mindenki hallgatott. És akkor az egyik bácsi előhúz a szatyrából, ezt már nyilván ismert szöveg, de itt azért elmondom, egy szobrot, egy gipszszobrot. Ne haragudjon, mérnök úr, lehet, hogy az esztetika ilyen, meg olyan, meg a szép, de ezt a szobrot az én ükapám
adta ennek a templomnak. Ez számomra egy olyan tanulságos volt, hogy a szép az nem csak esztétika, hanem etika is. És ez egész munkásságomra kiható élmény volt. Itt elhangzott a Nemcsics tanár úrnak is a neve, aki ugye a rajzi tanszéknek volt egy fontos tanára, és a színrendszernek, a magyar színrendszernek koloroid, azt hiszem, igen, a feltalálója. Hogy ez azt is jelenti, hogy tanár úr a rajzi tanszéki képző művészeket bevonta ezekbe a munkákba? Hát vagy ők voltak be engem, a Ró János az egy nagyon kedves tanártársam volt. Ő szerezte számomra a szentendrei művésztelepnek a tervét, ahol hát tényleg Metti, Zóbel, szóval nevekkel ismerkedett meg az ember az ő szeretetéből. És hát a művész, Kákonyi szobrász művész, az Kisvárdán együtt csináltuk a átalakítás, ő a stációkat csinálta Tiszabercebe, Nemcsis festette az asszonyokat a falra, és Gróni Jánossal is dolgoztam együtt. Tehát tényleg be tudtam őket vonni. Hát addig, amíg a rajzi tanszéken voltam, aztán a középre a tanszéken, már a többi templomoknál lassan megismert művészekkel, Csíkszentmihályi Róbert, Deimpoli, Somogyi Győző. És akkor az első új templom tervezésére szóló megbízás tulajdonképpen ezek a korábbi műemléktemplomoknak a korszerűsítése hozta? Részben az, részben pedig megint egy ilyen véletlen találkozás volt, egy egyházközségi gyűlésen Koronc László, veszprémi kanonok volt már, azt hiszem, aki a veszprémi egyházművesedi tanácsnak volt az elnöke, és nagyon jó barátságba kerültünk, és mondja nekem, hogy hallotta a Lékai, akkor veszprémi kormányzó volt még, hogy Nagy Dobsza egy kijelölt község, ami nagy fejlesztések előtt áll, alma meg, ez egy szörvgyártás, hát ebből nem lett semmi, de Lékai előre akart menni, és hogy hát akkor templomot kell odaépíteni, ez lett a Nagy Dobszai templom. Láthatunk, a szélén van egy kép. Majd ugyanez a Koronc László, aki Bucsú Szent Lászlói prébános volt, filiája volt Nemeshetés. És megint egy ilyen, tényleg ilyen baráti kedvesség, szeretet adta azt a lehetőséget, hogy meghívott, hogy Nemeshetésbe. Ők szeretnének egy templomot, és így jött a Nemeshetési templom. Na most ez mind Veszprém egyházmegye volt, és így aztán sorba ment Balatonfenyves, Révfülöp, Ábrahámhegy. Az már attól jött, gondolom, hogy megtetszett, szerették. Nagyon érdekes az, ez a talán nem hat ilyen dicsekvésnek, amíg az ibdíjat átvettem, a Szendrői Jenő adta át az ibdíjat, és akkor azóta a bizottságok elmentek, és minden helyen megnézték a házakat. És Jenő bácsi úgy adtak a szövetségbe át az ibdíjat, hogy tudja, nem is azért irídlen, hogy menjenek a templomai. De az, hogy ahol mi megjártunk magát, mindenki szerette, azt az irídlen. Úgyhogy az ibdíjnak ez egy számomra egy ilyen csodálatos kísérője, ez a szöveg. És ha már itt tanár úr említette Szendrői Jenőt és az ipartervet, ugye ott dolgozott Csaba László a korszaknak szintén egy ismert templomtervezője. Mennyire ismerték egymást mondjuk Csaba László, Szabó István, Török Ferenc egymás munkáját, mennyire követték? Semmit. Semmennyi. Ezek annyira zárt megbízói kapcsolatok, és annyira nem is nagyon, hogy mondjam, mutogathattuk azt, hogy mi templomot tervezünk. Ez az egyetemen is mondjuk annyiban végigkísért, hogy az olyan fél évenként Kisi Bolyához le kellett mennem, hogy... Ő volt a személyzet is? Ő a személyzet is, hogy hát török elvtárs. Igen. Sőt, annyira személyzet is volt, hogy egyszer, már akkor a 80-as évek felé megkérdezi tőlem, hogy hát mondja, ki az a honor atya? Azt hittem, leülök. Ez a bizonyos kármelita. Hát ezt megkérdeztem, hogy ki ez az ember. Jó.
És ennek az az érdekessége, hogy Bernát fiam, aki jogász, és az ilyen-ilyen ügyekre rettenetesen kényes, hogy papa, menjünk be, vegyük ki a te adataidat. Mi történt veled? Az állambiztonsági levél. Igen, menjünk a levél. Nem, mondom, öregem, nem megyek, mert ha valaki azt mondta, hogy kisjúgója, ilyesmi tudod, hogy én hogy a honoratya ez egy név nálam, hát ez csak a legbelső körökből származhat, az Isten őrizze, hogy én ennek utána menjek, és olyasmi szembesüljek, ami nagyon-nagyon nagy bánatot okozna. Amikor mi korábban beszélgettünk, akkor tanár úr mesélt nekem azokról az építészekről, akik főleg a korábbi templomoknál erősen hatottak tanár úrra, vagy akinek követte a munkásságát, és aztán arra is természetesen, ahogy később újabb és újabb építészeknek a munkásságát kezdte tanulmányozni. Hát itt egy kicsit talán kellene beszélni a templomépítészet egy lényegére, a szakralitás. Ugye hát minden nép a maga szakrális terét, helyét, minden izmus megteremtette. És engem most csak a zsidó-keresztény kultúra érdekelne, mint szakrális hely. Hát a zsidónak szakrális hely volt ugye égő csipkebokor, vagy Jákobnak a birkozása Istennel. És hát az a csodálatos jeruzsálemi templom, az már nem csak hely volt, hanem szakrális tér. Most gondolkozom azon, hogy milyen érdekes, hogy a zsidóság nem épített azóta se templomot. Tönkre ment Jeruzsálem temploma, és zsinagógák vannak. Valami olyan érdekes üzenet volt pont a mai korunkra. No, és ez a szakrális tér az embert foglalkoztatta úgy is, hogy nem csak hely, hanem mi az, hogy tér. Mert szakrális hely volt az első utolsó vacsora terme. Ugye az eucharisztia megalapítása. És ebből adódóan minden templom egyben szakrális hely, de nem tér. Szóval a szakrális tér azt azért úgy ki kell találni. Na most a modern építészetnek ez egy nagy kérdése volt, hogy ugye a szakrális tér indult a háztemplomok, aztán a gyönyörű ókeresztény bazilikák, Róma ezüstös csillogó mozaikok, majd a román templomnak az ereje, gótika nagy fellángolása, a barokk agitációs ereje, minden mozog, kinyílik a mennyezet a freskókból, de utána egy snitt. A művészet kiköltözik a templomból, hát a modern művészetet ismerjük is. Tehát de Baltazár, egy filozófus, katolikus filozófus mondja, hogy a művészet kiszakadt az egyházból. Na ebből adódóan hát a szakralitás valamiféleképpen kárt szenved, hiszen a művészet az önmagában isteni. Az a szép, Gogol mondja, hogy a szép az isteni. De egy óriási cezúra támadt, és egyben nem a templomépítészetben. Ugyanis a templomépítészetnek funkciója van. A képzőművészet az elment a maga útján, maga személyes vonalán, de oly mértékig, hogy a közösségtől is szakított. Mert ma igazából persze, hogy nagy képzőművészeti egyéniségek, amelyek tényleg függetlenek a teológiától, de azt is lehet mondani, hogy ma a képzőművészet sok esetben a galériák teremtik meg. Szemben külföldön járva olyan múzeumi tárgyakat, képzőművészeti alkotásokat talál, hogy leesik az áll, hogy mi ez. Egy széki áttörve valamivel ez egy képzőművészet. Tehát ez a szent művészet kivonul, de ő elveszti a közösségét, a templom meg elveszti a művészi kvalitását, a szakrális jelleget, és ezt a modern építészetnek meg kellett találni, hogy részben a funkció, a vatikáni zsinat, és talán a német építészetben, nem is Steffan és Robert Schwarz
voltak, akik a 30-as években először kezdték ezt a modern vatikáni zsinatnak messze előre mentek épületeit, amelyek az emberre hatottak, de leginkább hatott rám, hogy az Emil Stefánnak kaptam meg egy kis füzetét, a Buszti csűrtemplom. Ez egy majdnem egy istálló, de gyönyörű szép szerkezete van, és hát a Hitler időkben nem nagyon lehetett ilyen látványos templomokat építeni, és ez a Buszti csűr, ez annyira megfogott, hogy ebbe éreztem meg, hogy a mai templomnak a szakralitását az otthonosság adja. Az, hogy jól érezze magát az ember benne. Mint személy is, mint közösség is. És hát ebből minden templom, ebből a lényeges elemből, hogy a helyszín, a közösség, annak történelme, annak anyaga, és igazából ez vezetett a templomépítészet különböző megformálásához. Egy kicsit a magyar irodalom, építész irodalomra nagyon mérges is vagyok, mert ahol például Schneller Istvánnak volt egy nagyon, nagyon jó cikke most a magyar építőművészetben, ahol a szakrális térrel foglalkozik, és hát hozza ezt az Emil Stefánt, meg a Robert Schwarzot, és az ember csodálkozik, hát azért ott volt Kocsis Iván ebben az időben. Weihinger, Rimanócik, az árvai testvér, árkai testvérek. Hát miért nem írunk azokról? És igazából ez a föl sincs nagy dolgozó. Most a Magyar Művészeti Akadémiának a fiatal ösztöndíjasai, például Györgyi Dénesnek a életművével, hát óriási építész volt. És ezeket mind elvágta a szociál, amire most kell emlékeznünk. Meggyasszai, most készül egy tanulmány. Én épp ezt akartam kérdezni, hogy ha jól tudom, Árkai Bertalan 61 körül halt meg, 60-61-ben, és addig ez a római iskolás templomépítészeti vonal viszonylag folytonosnak tekinthető Magyarországon, hogy akkor tanárúréknak tulajdonképpen gyakorlatilag újra ki kellett találni a templomépítészetet, hogyha egymást nem nagyon ismerték, egymás munkáját, ugye új volt a vatikáni zsinat is, a második vatikáni zsinat, tehát gyakorlatilag új templomokat kellett új elvek szerint kitalálni. Vagy kitalált az ember, vagy nem sikerült kitalálnia, de az, mondjuk az a törekvés meg, hogy a megbízások sorozata jött. Úgy érzem, hogy valahol azért az ember megtalálta azt a térformát, amely és igazából ahol a helyi... első nagy dicséretet Patonai Dénestől kaptam az Ábrahám-hegyi templomra. Neki van Ábrahám-hegyen nyaralója, és az átadás után nem sokkal Dénes jött, hogy hát az baromi jó templom, hogy kihúztam magam. De például annak is egy érdekes története az, hogy kaptam megint a Lékaitól, és Szerenka Miklós Balacsonyi plébános volt a beruházó, megrendelő, és felkeresett, hogy menjünk, keressünk egy helyszínt. És Ábrahám hegyen van egy kis magaslat, Bökhegynek hívják, és hát oda kell a templomot tenni, a Bökhegyre. Balaton felvidékre jellemző a hegyen lévő templom, és hát meg el is készült a templom, makett, minden, len egyházközségi tanácskozás, nézegették, jó, hát 3 hétre rá kapok itt késő este egy telefont, Lékai, török, szálljon már le arról a dombról, mert iszonyú balhé van. Hát kérlek szépen, bement a képviselőtestület a járási párbizottsághoz, hogy ez az ember, ez az építész föl akar minket vinni a hegyre. Ilyen fájó lábakkal, hogy nem, szóval. Úgyhogy azt mondja, vegyenek lent valami telket, és akkor mostani helyet kaptuk meg, amely egy elég mély telek, egy fésűs beépítésnek, végtelen keskeny. Hát csak úgy ültem, hogy a fenébe lesz itt templom. És úgy néztem a Bökhegyre, hogy álmaim templom a helyére. És ott hogy valahogy tényleg az emberbe megfogalmazott, hogy vége a egyházi hierarchia erejének. Nem. Az emberek építenek,
egy házat akarnak a házak között. Most már ez az erő kell, hogy érvényesüljön, és akkor tényleg a gondolat volt, egy betlehemi istállót kell csinálni. Hiszen az is egyfajta templom. Csak megkeresni azt a pár szerkezeti vonalat, ami valahol mégis méltóságosá teszi. Itt van egyébként a legszélén az Ábrahám-hegyi templom illusztrációként. Akkor ez egyfajta ilyen etikus hozzáállás az, hogy sokkal inkább a helyi közösségnek a vágyaira, a lehetőségeire alapozva készültek el ezek a templomok, ugye a helyi kézművesekre, vagy a helyi mesterekre. És ez gondolom a hallgatókra is hatott. Talán egy fél évvel ezelőtt futottam össze a Csaba utcába Kis Péterrel, már az utolsó generációk egyikével. Tanár úr, kiszáll a kocsiból. Mert nem dicsekvés, tanár még mindig magából élek. Azt leült, és ott kezdte buzizni a kis vonalakat, hogy csak úgy kezdett nőni házzá. Valahol ezt azt átvették a gyerekek is, ezt a keresgélő építészeti formálást. És az, hogy a helyi mestereknek az adottságai vagy a lehetőségei, hogy estek alatba, mondjuk ugye az ácsok a vasbeton felületnél, vagy nagyon a lényeges kőfaragók, őket a plébános képviselte, vagy ő volt, aki azt mondta, hogy őket igénybe kell venni? Ebben az időben, a 80-as években közösségügy volt a templomépítés. Szóval valahol egy templom a közösség lelkülete lett. Balatonfenyvesnél egy meglévő 50-es években leállított templom alapokra kellett építeni, és csak jön a plébános úr, egy acél keretszerkezet volt, mert valamikor is, de ott vasbeton keretszerkezet volt, de azt mondja, hogy itt a Balatonkeresztúri acélgyár ingyen adnak a szerkezeteket. Hát így lett ez a szerkezet. De valóban a közösségnek az ereje és anyagi lehetősége, ami az nagyon lényeges volt a munkák kialakulásában. Legalábbis azoknál a kisfalusi templomoknál. Ez egy politikai magatartás is volt, ellenkezés templomot építeni. Meggondolom, ez a közösség számára is segít elfogadtatni azt a esetenként számára szokatlan modern formát, hogyha mondjuk a helyi ácsok zsalúzhatják be igen, a betonszerkezetet, vagy ők faragják ki ugye a váltósor, vagy a kiegyenlítő soros követ. A nemeshetésen erre kicsit rá is fáztunk, mert nagyon szépen megterveztek, kérték, hogy vasbeton templom legyen, mert a nemeshetési embereknek nagy része ács volt. Egerszegre jártak be dolgozni, de ugye 80%-a ácsmester volt a falunak, tehát adódott a plébános kérés, hogy van beton legyen, mert azért mégis a zsaluzás, vasalás technológiát, ezek nagyon jól tudják. És igazából az volt a vágy, hogy egy ilyen tört betonfelület legyen. Paul Rudolf akkor egy menő építész volt, most sikerült először valóságban is meglátni az épületeit. Gyönyörűen dolgoztak, és így megvoltak ezek a kanerullák, és hát mondom, lássnak, hogy Józsikám, most aztán még amikor lehet, most elkezdjük kopácsolni, széttörjük ezt az egész boltarendszert, és ettől sejmes lesz a felület. Ezt? Hát itt a kalapás, kezdje el. Én nem nyúlok hozzá. És azért maradt ilyen keménynek ez a templom. Ja, mert hogy annyira büszke volt rá, hogy milyen szépen sikerült. Ő hozzá nem nyúl ehhez. De az előbb említette tanár úr ezt a Kis Pétert és a rajzolást, meg ugye a rajzi tanszék kapcsán is korábban beszéltük, hogy tanár úr a szabadkézi rajzot, azt az építészeti tervezésben, meg az oktatásban is egy nagyon fontos médiumnak tartja. Hát igen, a rajz az olyan, mint az írónak a nyelv. Az egy olyan alapvető munkaeszköz és egy olyan alapvető látásmód, hogy én utazás közben megnézem, lerajzolok valamit az én szememen keresztül. Tehát a rajzban az egy, ma már kevésbé érdekes, mert a gépek tervezik, húzzák a vonalakat, de én máig is sajnálom, hogy a rajz kicsikét úgy az építész tervezésről átment a gépbe.
De aki jó építész, azért az rajzol továbbra is, és utána áll a feladathoz. De ma már mondjuk azzal a módszerrel, ahol mi a 80-as években terveztünk, hát ma már nem is lehetne. Dávid fiam kérdezi a rakodat, hogy mi ez? Hát az Ederényi templomnak a dokumentációja. Ez? Na gyere, megmutatom, hogy milyen dokumentáció kell egy kis családi házhoz. Szóval ezt nem lehetne most már azzal a rajztechnikával, hogy én húzom a vízszintes vonalakat. Most a kiállításomra készülve szedtem elő a rajzokat, és ránézem, Dávid, be, nem mondom tovább, ezt te csinálj, így húztátok. Mondom, így húztuk. Hát ez egyforma milliméterek, hát jó szemünk volt. De az oktatásban nem lehet kiváltani ezt a szabadkézi rajzolást, szerencsére, nem? Tehát, hogy van, ott... De kérlek szépen, most hallottam olyan építészeti tanszékekről, ahol a tanársegédnek vagy a korrektornak megmondta, hogy ne hozzon spitzpaszt. Ne hozzon rajztelemes kéz. Ezt el sem tudom képzelni. Na de hát mondjuk nem is veszik ezt komolyan, de ilyen kívánságok sokszor elhal. Na, úgyis a gyerekek képen dolgoznak. Nehéz elképzelni, hogy hogy adják át egymásnak a gondolatokat rajz nélkül, hát, hogy egy korrektora... Nyilván nem lehet is. De a gép az elég sokat nem. Hát egyrészt nagyon egyszerűsíti is a feladatot, a minimalizmus az nyilván kicsit a géphez is csak tartozik meg az épület. Szóval olyan épületek születnek, amiket nem lehetne már gép nélkül megcsinálni. Igen. Szerintem egy kicsit beszéljünk még az egyetemről, arról, hogy a tanár úr visszatért az egyetemre, a köztiből, és a munkák közben, vagy a munkák után azért előbb-utóbb ott a középülettervezési tanszéken, ugye tanszékvezető is lett a tanár úr, és több más társadalmi, tehát kamarában, hogyha jól emlékszem, ugye ott is szerepet vállalt, hogy volt a... Kvázi kamara. Volt a rendszerváltás környékén egyfajta ilyen szakmai erjedés, hogy akkor részt kell venni az oktatásban, meg a szakmai közéletben, és változtatni? Vagy ez hogy... Nem, az érdekes, lehet, hogy tévedek, de az építész, és hát a pedagógiában évszázadokra visszamegy, hogy mindig reformok vannak. Öt évenként, megint egy reform. Ilyen volt az ágazati oktatás, a komplex tervezés. És érdekes módon a gyerekeket nem érdekli. A jó az mindig megtalálja a mesterét. Akármilyen oktatási reform jön, szóval a jó képesség eget kíván, műhelyt, ami a műhely azt jelenti, hogy olyan professzorhoz megy, aki számára jelentős. Tehát bármilyen reform jön, megy, valahol az én hitem szerint az oktatás lényegét, a mesterség műhelyszerű átvétel, ez nem nagy érde, izgatja. Ez viszont feltételezi egy nagyon intenzív mester-tanítvány kapcsolatot. Ez kétségtelen, hogy... Mit elég nehéz a mai, mondjuk, igen, hallgatói a számok igen, mellett. Igen, hát itt a mai oktatás, a Bologna, meg óta rendszer, ezeket erősen. Igazából egyszer élném meg azt, hogy az építészetet kultúrtevékenységnek. Az építészet a kultúra legerőteljesebb része. Benne élünk, jövünk, megyünk. És azért valahol ezt a szerepet, ezt a nagyságot, ezt az igényt az építészet nem tudja elérni. Szóval hát tényleg egy ilyen harmadrangú pop énekesnő, lila ködökkel, meg nem tudom, mikkel, pillanatok alatt szemfény, érdeklődés körébe kerül, az az építész, aki milliárdok mennek át a keze alatt. Az csak építés, nem építő művészet. Szóval ez, ha kultúr tevékenység lenne, a kultúra eszköze,
az építészet. Az az érzésem, hogy az oktatásban is sokat nyernénk ezzel. Most adták át, a hétvégén néztem a tévébe az új nagy vízicsarnokunkat, Ferenc Marcell és köre. Most az egyik rögtön az valami LNP-s pasas, hogy néz ki ez a íze, és elkezdte cikizni, de a legbosszantóbb volt számomra, hogy ismerteti a programot a speaker, és közben megszólaltatjuk XY-t, aki a beruházással foglalkozott. És akkor egy úr mondja, hogy nagyon sok munkánk volt ezzel. Nagyon-nagyon sok munkánk. De hogy elmondaná, hogy ki gerjesztette ezt a munkát, nem értezik. Szóval ezért mondom, hogy a kultúr nagysága, igénye, erőssége az építészetnek megjelenne, nem csak építés, hanem akkor ez az építészeti kultúrában is sokat számítana. És az oktatásban is biztos. Itt most olyan azért is jó, hogy erről az uszodáról szó esett, mert ugye szinte csak a templomokról beszéltünk eddig, pedig hát tanár úr elég sok középületet, lakóépületet, más típusú épületet is tervezett, sőt városrendezési léptéket is. Ugye uszoda is volt az olimpiai csapatnak az uszodája. Ezekről kevesebb szó szokott esni a tanár úrral folytatott beszélgetéseken. Szerintem egy kicsit beszéljünk róla, hogy melyik áll közel tanár úr szívéhez. Rámágadt a név, hogy a templomos török. Pedig hát tényleg más is volt, a Tatai uszoda például, ami érdekességként egy egészen új szerkezeti rendszerrel alakult, ilyen fapanelekre épült a tetőszerkezet, és a rétegrend egészen új megoldásokat hozott, és ez nagyon szép belső teret is. Ez pályázaton keresztül kaptuk meg. A 80-as években Kriszka György kollégám rengeteg pályázatot. 81-től 80 végéig kb. 20 tervpályázatot csináltunk. Épp készülvel számoltam össze, hogy ezek közül 8 első díjas volt. Nem? Szóval a pályázattal az ember megnyert, és sok épület így idősi idegen nyelvű kollégium. Talán nem pályázat, amit nagyon szerettem, a nyíregyházi tömbrekonstrukció, amely érdekes módon megint valahogy ilyen egyházi vonalon jött, a Keresztes Szilárd görögkatolikus püspök jött hozzám, hogy az egész belvárosi tömböt most fogják rekonstruálni, tehát fejleszteni, és itt van egy terv, egy baromi hosszú, házgyári ház húzódott volna végig, nem házgyári, de egy nagy lépték, ami belógott a görögkatolikus területbe. És hát valamit kell csinálni, hát ez a mi területünk, nem? És akkor egy kis beépítési terv készült, és aztán Balázs Mihály, aki már akkor a Balázs és Török együttesnek tagja volt, sikerült csinálni egy olyan finoman konstruált beépítést, ami valóban egy új értéket teremtett. Már csak azért is gondolom, mert egy rögtön kiállítós volt Nyíregyházán, rá 2-3 évre, és egy öreg bácsi jött oda hozzám, hogy tudja, miért szép ez a terület? Nem mondom, miért? A kisunokám, ha arra megyünk, akkor mindig azt mondja, Meseországban vagyunk. Szóval ez a bujkálós kis utca, kis köz, ez nyilvánvaló ahhoz a léptékhez, ami Nyíregyházán ezt jelent, nem egy ilyen hosszú ház jelentett, hanem egy ilyen tört, finom beépítést. Itt az előbb említette tanár úr, ugye, hogy a Balázs Mihállyal alapított közösen irodát, hogy ez egy szempont volt, hogy egy idő után tanár úr a tanítványait bevonta a közös munkákba? Igen, a Misi az egy nagyon kedves tanítványom volt. Nagyon jó volt ez az együttes, mert volt a tapasztalat, a koncepció, volt a friss részlet, megoldás. Úgyhogy Misivel nagyon-nagyon szépen dolgoztunk együtt, és ez a
8 év alatt 24, mert 92-ben alakultunk, kb. 2000-ig, én akkor nagyon súlyos beteg lettem, meg is szűnt az iroda, és hát óriási feladat halmaz került ki a műhelyből, és mindig hallgatok Bartók Pisti, Fejérti Péter, aki most tanszének is a tagja, de hát most nem sorolom, hát ha kihagyok valakit. Ugyanerre gondoltam, hogy illene felsorolni azt a számtalan kitüntetést is, amit tanár úr kapott, de hogy félek én is, hogy kihagynék belőle. Mi az, ami kedves a szívének, vagy mi az, amit különösen sokra becsül? Így az mindig kedves. De nem tudnék. Mindenkinek megvan a maga sajátos. Az Ibdinnek azt, Ibdiat azt tette nagyszerű, a szendrői. Ott voltunk és szeretnek. Szóval az egy sajátos értéket ott az Ibdinak. A Kossuth-díjnak pedig, akkor már nem leültem, a Horn Gyulát okattam a Kossuth-díjt, és felolvassák, hogy iskolateremtő tanári munkájáért, a templom építésze, Horn Gyula, a templom építésze, hát ez meg ezt tette szépé, de valóban mindegy. Csonka Pál érmet, hát talán azért vagyok büszke, hogy Csonka Pali bácsi családja által alapított érem egy olyan laudáció van aláírva, hogy az ember szinte elszégyeli magát, hogy ez nem méltó. És van egy Pannonhalmi kitüntetés is, hogyha igen, jól tudom. Igen, Pannonhalmának csináltuk a fejlesztési tervét Misivel. A bazilikának a külső rekonstrukcióját, az el is készült a fejlesztés kevésbé. Az érdekes módon úgy nézett ki, hogy megkapjuk a belsőt, a bazilika belsőt is, és ez meg egy érdekes tapasztalat, hát ott Mászai Asztrikkal ott állunk, Dávid Ferenc, Marosi Ernő műtörténészekkel, és hát ugye elmondja az ember, hogy mit szeretne itt csinálni, a szósziget lebontani, ezeket a megszüntetni a festményeket rajta, elővarázsolni a régi bazilikának középkori részeit. Hát ott megszólalt itt a Marosi Ernő, meg a Dávid, meg név szerint tudom mondani, mert most is viták vannak. Na de, ezt? Építész vagy te? És akkor jön egy világhírű építész, és megcsinálja. Egy szó nem tört. Tényleg, simán, gyönyörű a bazilika most. Csak ahhoz nem egy egyszerű magyar építész kellett, hanem egy világhírű építész hozni, aztán bár még őre is hallottam ilyesmit mondani, hogy hát ez egy házmester. De meggondolom, ehhez kell az is, hogy a Várszegi Asztrik egy nagyon független és nagyon erős egyéniség, és független azt hiszem az egyházi státusza is, tehát hogy ő végre tudja hajtani azt, amit szeretne. Ha már a templomokhoz visszakanyarodtunk, most már így közeledünk a beszélgetés végéhez, most foglalkozunk itt a Lechner Tudás Központban az 1945 utáni templomokkal, és főleg ezeknek így a műemlékvédelmi vonatkozásaival. És nagyon kíváncsi lennék tanár úr véleményére, mert ugye nagyjából abba a korba kerülnek most ezek az épületek, amikor fölmerül egy helyi közösségben, hogy akkor energetikai korszerűsítés, meg átalakítás, meg kidobják a régi nyílászárót, és jön a szép fehér műanyagablak, hogy hogyan lehet egy ilyen templomnak azokat az értékeit megtartani, ami fontos, amellett, hogy egy közösség a nyilván elfogadható igényei szerint felújítsa őket. Tehát, hogy mi a fontos egy 45 utáni épületmű emlékvédelmében? Most nem is a 40, hanem egy általában műemlékvédelem, az most egy nagy vitatárgya, mert igazából a műemlékvédelmet Magyarországon a műtörténészek határozták meg. Szóval ők mondták meg, hogy addig, amíg van, betonnal leöntjük, hitelesek vagyunk. És minden így ment. Most hirtelen Diósgyőr, Füzéri vár ott van, és megy a vita, hogy szabad ilyet csinálni, mert hát miért ne szabadna? Ha van olyan alapvető nyoma a réginek a megálmodása, a rajzok, vissza lehet épülni. Ez egy identitás építészet, és ez kell, hiányzik belőlünk.
Nem, mindent elpusztítottak. Az, hogy most megcsinálják a füzéri várat olyannak, amit nagyon sok, nagyon hiteles adatok alapján csinálták meg, Rudolf Misiék, ezt feltétlenül jónak érzem. Sokat kirándultok a gyerekeimmel Zemplén-hegységbe és a füzéri várnál, és akkor mindig jött, bókláztunk, és a papa, milyen volt ez régen? Most el lehetne vinni őket ilyen, vagy ez majdnem hasonló. Tehát a műemlékvédelemnek egy egészen új korszak előtt állunk, csak nálunk. Hát az a Varsó, Németország, ez már jól előttünk. De ez látszólag mondjuk ellentmondásban van egy pont egy késő modern, vagy egy 45 utáni épülettel, ahol tehát itt az a kérdés, hogy vissza szabad-e építeni az eredetit, ugye mondjuk a Szabó Istvánnak ugye a Táltos utcai temploma az egy kiváló példa, ahol gyakorlatilag az egész eredeti ipari szerkezetet kidobták, és helyette egy ilyen téglaburkolat, meg ablak, hogy látszólag itt fordított a feladat, tehát épp hogy meg kell őrizni, ha azt mondja a műemlékvédelem, hogy már pedig fontos mondjuk egy ilyen épületnek az eredeti ápolata. Hát ez egy nagyon szinte ipari jellegű épület, nekem nagyon tetszett. Az egyháziak azt marha módon nem szerették, a Táltos utcát, és hát a utódok ott szépen átfestették az egészet, és megszűnt Pista bácsinak a... Egy olyan emlékem van a Táltos utcára, hogy sétáltam egy késő esti órákba, és úgy láttam, hogy épül valami templomféle. És este volt, kivilágított a templom, bementem, és egy csúron vizes, idős ember fűrészelt ott, Pista bácsi. És megyek oda, hogy Pista bácsi, milyen? Hát nincsenek asztalosok. Hát ez megint egy olyan élmény volt, hogy a magyar iblias építés csúron vizesen fűrészel, hogy padok legyenek. Ő neki ezek a kipszertérráccsal, meg ipari anyagokkal készülő templomai, én azt hiszem, hogy a különösen úgymond veszélyeztetett kategóriába tartoznak. Tehát azt több helyen is olvastam, hogy a közösség mindenütt arra törekszik, hogy előbb-utóbb kicserélje ezeket az anyagokat. Igen. És ez egy nehéz kérdés, hogy akkor ez műemlékvédelmi kérdés, vagy a közösségnek egy jogos önrendelkezési vágya? Hát nézd, most van egy... Igen, hogy most nagyobb... A tulajdonosnak van nagyobb joga, vagy az értéknek van nagyobb joga. Hát most veszélyben van a Váciút. Ezt éppen építik, hát igen. Temploma is. Hát remélem talán, hogy a Farkasrét nem esik áldozatul, de ebbe kicsit ilyen tudatosság is van. Tanár urat bevonják mondjuk, hogyha valamelyik templomát manapság felújítják? Tehát mondjuk éppen azt hiszem a Nagy Dobszánál láttam képeket, hogy ott elég radikálisan átépítették a homlokzatot, téglaburkolatot. Nem kérdeztek meg. Igazából most, hogy a kiállításra készültem, nem voltam Nagy Dobszán. Évtizedek óta, most mentünk fotózni, és döbbenten néztem, hogy ki van cserélve az egész főhomlózat, óriási fakereszt van a közepébe, nem szóltak. Most az Edelényi templom felújításánál most kellett egy rekonstrukciós tervet készíteni, főleg a nyilázárok mentek tönkre, akkor itt megkerestek. Remélem, hogy Balatonfenyvesnél is meg fognak keresni, mert látom a borítások kezdenek szétválni, úgy tettem is már megjegyzéseket, hogy aztán megvalósítják, azt nem. De azt gondolom, hogy mondjuk ezeket a kő- meg téglaburkolatos templomokat egy helyi közösség az elmúlt évtizedekben is sokkal könnyebben elfogadta, és sokkal könnyebben magává tette, mint mondjuk egy alumínium trapézlemez homlokzatot. De gondolom, ezeknek is épületszerkezetileg megoldható az, hogy ezek mai elvárások szerinti valóban tényleg most a kiállításra végigmentem a fotó, felfotózni az összes régi templomot, meg lementünk Nyíregyházára, Tatára, és megdöbbentett, hogy ezek a templom úgy néznek ki, mint ahogy eredetileg kinéztek. Virágokkal, megnyílt fűvel, tiszta környezettel, belsővel,
Ja, meghúzott a padon az ujjat, nem maradott a bor. Szóval nagyon, nagyon élnek és nagyon szeretik. Hát aztán nem igen, nem akkor itt tulajdonképpen egyedül a Ferihegyi templom az, amit radikálisan hát, átépítettek az azóta. Megőrizték, mondták is a Timazoli, hogy ezt majd szépen összepakoltuk, és egy raktárban van. Hát ezt az építés megy, elfeledkeznek dolgokról. Most ott is van egy kis ilyen ökonomikus imahely, de hát az egy egész. De ezt már nem a tanár úr tervezte? Nem. És aztán akkor... hol van a elrejtve a... Van, Zoli se tudja. Az eredeti meg megvan egy raktárban. Kérdeztem is tőle, hogy azt mondja, ez valahol elnapolódott. Én szerintem lassanként vége felé érünk a beszélgetésnek, hogy ne éljünk vissza a közönség türelmével, meg tanár úr fáradtságával se. Én még azért egy dologra mindenképpen kíváncsi lennék a végén, hogy tanár úr tényleg évtizedekig tanított a Műszaki Egyetemen, hogy hogy látja az építészoktatásnak a jelenét, meg a jövőjét, mennyire lehet fenntartani ezt az ideált, hogy egy építésznek mindenhez érteni kell, és műveltnek kell lennie, miközben a munkaerőpiacon meg akkor sikeres, hogyha nem mindenhez ért, hanem mondjuk egy rajzprogramhoz, de ahhoz nagyon-nagyon, és nem, senki nem a műveltségét keresi. Mi a jövője ennek a szakmának? Hát, előbb mondtam azt, hogy szóval még az építés, a technológia az nagyon erős követelményekkel jár, de ha azt mondom, hogy van építészet és van építés, az építészet az megtalálja magát. Hát most is annyiféle reform van, és tényleg legkedvesebb barátom Misi jön mindig, hogy milyen problémák vannak, hogy próbálják megoldani. Tényleg ilyen reform, összevonni tanszékeket meg. De nekem mindig meggyőződésem az, hogy a tehetség mindig megtalálja maga műhelyét, a maga emberét. Bármilyen szituáció is jön. Tehát szükség van műhelyszerű képzésre és oktatásra? És az személyes kapcsolat lesz. És az is igaz, hogy a technológia is egyfajta irány. Én most az építészetről beszélek. Az valóban a műhely. És a műhely nem kell ehhez műhelynek lenni. A mi időnkben a K220A az a mi tankörünké volt. Negyedéves korunktól a diplomatervig azt mi uraltuk, láttuk egymástnak a terveit. Óriási, hogy mondjam, előny volt az, és képesítés, hogy csinálod. De nem feltétlenül kell. Mert ott is azért a műhelyet azt jelentett, hogy a Virág Csaba nekem itt rajta. Uh-huh. És amikor én voltam a tanár, akkor Kis Péternek az jelentette, hogy én mit rajzolok. És gondolom azért, ez kicsit felszínes ez a duma, de azért a meggyőződésem, hogy szóval, amit mondtam, például, hogy én 2000 év volt állandóan változik, 5 évenként. És igazából az érzésem, hogy ez van most is, és hát vannak nagyon hibák, amik mondtam, hogy nyilván ez a bolonyai osztás, ami kicsit a technológiát akarja kifejezni a kvóta, hogy minél nagyobb létszám pénzt hozzon. Ezek tényleg nagyon bánatos dolgok, de még ez a keretek között is az építész nem hal meg. Az ott az magára talál. Pláne, hogyha, mint említettem, hogy a kultúra szerves részévé tenni a kormányzat, az építészetet, akkor egészen más lenne. Most egy kis mozgás van. Én vettem, voltam jelen egy olyan ibdia átvételnél a belügyminisztériumban, hogy rendőr, katona, és akkor a kis ibdiasaink ott hátul az utolsó sorba, öten a fölsorakoztak, és hát olyan szomorú volt, hogy nincs fórum. De ezen is most lépésről, hát itt például a ti helyzetetek. Dolgozunk rá. De mégis van. Szóval lehet, hogy én mindig optimista voltam. Dolgozik-e most valamin a tanár úr? Mondta, hogy amióta meggyógyult, azóta újra aktív, hogy van-e most sokat rajzolok, és
és kozártat csinálok egy kis kápolnát, egy zarándok templomot. Most vannak ilyen zarándok útvonalak, Mária utak, és egy kedves barátom, vérmafiam ajánlására Kozárdra készül egy kis templom. Van időm hozzá, gyönyörű metszeteket csinálom. Ez. És ezt sokat is rajzolok tényleg. Hát köszönöm szépen, akkor én ehhez jó egészséget, meg sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. Én arra biztatnám még a közönséget, hogyha valakinek kérdése van a tanár úrhoz, vagy hozzászólás ehhez a beszélgetéshez, akkor nyugodtan tegye meg, kiegészítés. Tanár úr. Én a tanár úr tisztelőjére nem voltam tanítványa, olyan jó, mint 61 éves, aki mellett tanul. A Szendrői Jánő nevét többször említette, a felvétellel kapcsolatos témában én ezt nem ismertem, de van egy harmadik felvételi történetem vele, ami nagyon megszívvelendő. Amikor én az ipartanszék vezetőre lettem 2-vel a Szendrői Jánő után, elmentem hozzá beszélgetni vele, és a következőt mondta el. Ő valakit fel szeretett volna venni az ipartanszékre, Bognár Botond egyébként. A neve Mesteriskolás társaim volt, és elment a személyzeti vezető nőhöz, akinek a nevét mondta, és azt mondta ezzel, hogy nem lehet felvenni, mert vallásos. És a szemlőjén mondta, visszament a szobájába, elővette a papírt és felmondott. És másnap már nem volt. Szerintem Isten tudott a szemlőjén. Egy kérdésem. Azt mondta Márai Sámor, hogy Budán élni világnézet. Gondolom, várva még, hogy mindig várjon. Hát az egyik első megbízások közé a Szentendre után kaptunk megbízást 4 OTP házra várva, Tóth Árpád sétányra, és hát a Gádoros kapta a megbízást, ilyen bedolgozó, de aztán eléggé aktívan bedolgozó ember voltam, mert akkor kezdte a Győri Egyetemet a Gádoros csinálni, és hát az ember, ha 4 éves diploma után frissen kerül egy ilyen téma elé, hát elég sok hibát csinál. Úgyhogy sokat sétálunk a várba feleségemmel, akkor van egy 30-es, akkor megbolgatom, igen. Elmegyünk a 29 előtt, akkor így megyünk. Szóval nem volt még olyan tapasztalata, hogy bizony a várban az ablakok függőlegesek, végig lemennek a föld. Szóval van egy hallatlan karaktere, és de sikerült a tervezés kapcsán egy lakást szerezni. Mégpedig azért, ezt csak dollárért adták akkor a lakásokat, 54 lakás készült, és én, mint tervező, hát forintba megvehettem, mert totálpásítan 30 földszint egybe, és ez 1966, akkor adták át a házat, és így lettem vári lakos, és itt találtam a feleségemre is, aki szintén vári lakos volt. Úgyhogy a vár ilyen szempontból, hát 2 rossz házat is eredményezett, de a végeredmény nagyon jó volt. Itt. Végi diák, és tényleg úgy mentem be annak idején, mindig a középület tanszékre, hogy akkor megkérdezte a titkárnő, hogy hova megyek, a Török Ferihez. Nem a tanárhoz, hanem a Török Ferihez. Hát ez egy ilyen korszak volt. De ami engem tényleg mondjuk elvileg izgatna, és azt hiszem, hogy erre a szakmai múltal meg élettapasztalat visszatekintve, annyi lenne egy kérdés, hogy a mi korunkban, amikor mi diákok voltunk, akkor volt egy Alvar Aalto, volt egy Miss Van der Rohe, tehát voltak, most csak 2 nevet említek. Ezek egy életen keresztül egyfajta gondolkodást tudtak végigvinni az egész szakmai életükben. És most nem Magyarországon, hanem az egész világban. Hol vannak ma ezek az építész személyiségek? Szóval úgy érzem, hogy ez valahol elveszett, és nem érzem ennyire meghatározónak, mint mondjuk Alvar Aaltót.
Hát nem tudom, lehet. De ki mi a véleményed erről, hogy... Van, láttam a Chipperfield például, nem egy... De ilyen iskolateremtő, ja. vagy formateremtő készséggel rendelkednek, miért? Hát te nézd, most voltunk Amerikában, és igazán most láttam egy szintén imádott Mester Luikának a házait, és hát az is egy ilyen az a korszaknak. De most is vannak azért, kérlek szépen. Most hirtelen nem mondik a be, illetve biztos tudod a New York központnak az épület építésze, tiszta hülye vagyok. Be kell nézni. Annyi ismerős neve, és az embernek a mégse jut eszébe a neve, teljes szégyen. Direkt azért írtam föl itt neveket, hogy ha esetleg nevekről kell beszélni, akkor valahol mégiscsak megtaláljam. Elnézést, egy picit ezt megnézem. Biztos, hogy statikus és építész is. Kardella. De fantasztikus. Az egy iskola. Az a mérnöki szemléletnek és a építészeti formálásnak egy fantasztikus figurája. Kedves barátom él Zürichbe, és Bebe jár a Klatra irodájában, egy régi kapcsolat ez, és azt mondja, de képzeld el, hogy mit csinál. Hát ez 50 év körül ember Klatra van. Ma dolgoznak, hát ő neki Párizsban, a szülőkben rengeteg ilyen van. Akkor elfesteget. Rajzol. Olyan képeit láttam, hogy egy mérnök ember, és... De mondom, azért az egy iskola Klatravának a munkássága. De Hadid, az is fantasztikus hatással volt az építészetre, maga csodálatos héjszerkezeteivel és egész elképesztő formavilágával, ami azért megy tovább. Csak lehet, hogy mi nem vagyunk annyira aktívan benne. Mert a Luikánál. Megrakadtunk. De hát tényleg van der Lahn, ez a szerzetes építész, Bence, és az is egy iskolát teremtett, amit nem mi viszünk most, de látom a hallgatóknál, hogy óriási hatása van ez a hallatlan, szigorú szerzetesnek az építészete. Ő rájuk hat. Beszéltünk, pontosabban felvetődött ez, hogy ezeket a régi templomokat, nem csak a templomokat, hanem a kisebb ilyen falusi középületek esetében is valószínűleg hasonló a probléma, hogyan lehetne megtartani. Most egyrészt a Tátos utcáról beszéltünk. A Szabó Pista bácsi különösen sok nagyon takarékos megoldást csinálta maga idejében, teljesen érthető okokból, mert az egyháznak nem volt pénze. De a Terépfülöpi templomodnál is, ha visszagondolsz, nagyon sok dolgot, hát szinte ideiglenesen kellett kialakítani, amik azért az évtizedek során nagyon elöregedtek. És ugyanakkor éppen most azt hiszem a Váci utcában Váci úton újítják fel a Pista bácsinak a templomát, és amennyire én hallottam, az építész teljesen ki akarja velezni, nem tudom, megtörtént-e nem-e. Úgyhogy valahol jó lenne, és ez most elsősorban a tudásközpontnak jó lenne egy olyan összehozni valamiféle gondolatot, hogy legalább méltányoljuk azt, hogy lehet itt a valódi problémákat elhárítva, de megtartani azt az értéket, amit ezek egy olyan időszakban hát szinte hősiesen képviseltek. Vonatkozik ez a Farkasréti templomra is, amelyiket hát szintén a,
arra kapta azt hiszem az idődíjat a Pista bácsi. Hát sok kérdéket sorolhatnánk, kérlek szépen. De teljesen mindegy, szóval a védettség, az, hogy itt van valóban jogos igény arra, hogy előregedett olcsó anyagokat mivel cserélünk ki és hogyan. Igen. Igen, és hogy hogyan tudnak ettől az épületnek a fontos értékei megmaradni, úgyhogy a közösség is elégedett legyen, meg, hát a, meg az építészeti értékek is megmaradni. A templom ebben azért nagyon különleges, mert a templomnak az értéke nem elsősorban az architektúrában van, hanem abban a gondolatban, ahogy mondtad, amit az architektúra sugall. De kérlek szépen, ez igazából még lehet, hogy hatósági kérdés is, de az építészi felelősség. A Szentendrei művésztelepet a Pultóniék újították meg a Dajka Péterrel. És tényleg építkés közben is kint voltam, és Tóni mondja, hogy hát itt a kiállítás épületek, meg egy-két, hát ezeket meghagyjuk, ezeket a műtermeket. Hát ez marha jól néz neki, de ki kell cserélni a acélablakot másra, és tehát megőrizték, mert látták, hogy ebben van valami, tehát az építészen is múlik, hogy most átfösti az egészet, átbarkácsolja, lásd, nagy dobsza, ez etikátlan. Tehát ha valaki tehetséges, etikus, azért ha hozzákerül egy ilyen házhoz, azért tisztességesen kéne megoldani. Ez azért a szakmának a hibája is. Igen, a Váci úti templomról én láttam sajtóközleményt, minden fel van benne sorolva, csak a tervező nem, meg az, hogy mi lesz vele. Van néhány látványterv arról, hogy kívülről egy kőburkolat visszaépül, de egy új épületrészt építenek mellé a Váci hát útra. Igen, de nézd, tudod, hogy tényleg, amit előbb mondtam, hogyha az építészet kultúr tevéke, a kultúra nem hogy része, hát benne zajlik minden. Ha ehhez méltó elismerést is kapna, kormány szinten, meg hát, tudom, hogy ki mennyit küzd azért, hogy nem akarok neveket mondani, hogy valahol képviselje a szakmát. Az épségi minisztérium a mi időnkben azért, azért volt egy háttér, ami most mit na jó, hát nem egészen, hogy látod, bólogasz, de... Jó, hogyha nincsen több kérdés, akkor én nagyon szépen megköszönöm tanár úrnak, hogy vendégünk volt, és ennyi érdekes háttértörténettel világította meg ezeknek az épületeknek az építés történetét. Én akkor mindenkit arra szeretnék kérni, hogy van egy kis szerény kis büfé itt az előtérben, fogyasszanak jó étvágyal, tanár urat, hogyha még van türelme, akkor nyúzzák nyugodtan, illetve van egy kis kamara kiállítás itt Kocsis Iván és Kocsis Endre életművéből. Az örökösök most adták be az ő hagyatékuknak egy jelentős részét ide a tudásközpontba, és ennek apropóján rendeztünk egy kis kiállítást. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm tanár úrnak azt, hogy eljött hozzánk, és egy kis szerény ajándékot szeretnék itt átnyújtani ezért. Köszönjük szépen. Ja, és köszönjük szépen. Kérdez, a Kocsis Iván bácsi kiállításához annyit, hogy a Boglári templom akkor épült, mikor az Emil Stefánnak a müncheni temploma. Hát nézd meg a kettő közötti különbséget. Az egy világhírű, főfedezte az új szakrális teret, és az Iván bácsi pedig igazából még a méltó emlék helyen sem rendelkezik. Igen. Mi azon vagyunk, hogy egy időben csinálta. Azon vagyunk, hogy itt a tudásközpontban a hagyatékát méltón kezeljük. Neki is, és a testvérének is. Nagyon örülök nálad. Köszönjük szépen, tanár úr.